Hello friends! Ez most az első online alga stream lesz. Ugye ez egy táblás kurzus szokott lenni, úgyhogy most ezt így fogom felvenni. Majd megnézzük, hogy a hangminőség elég jó lesz-e vagy nem. Miről is szól ez a kurzus? Hát az algoritmus az online, vagy online a probléma. Ha az input darabokban jön, hát valami szigma 1, szigma 2, ilyesmi formában, tehát mondjuk úgy, hogy darabokban érkezik. És folyamatosan, ahogy jön egy input, egyből válaszolnunk kell valami akcióval. Jön a következő darabja az inputnak, megint válaszolunk. Tehát mindre mondjuk úgy, hogy azonnal egy reakciót kell adjunk. Valami reaktot. Választ. És általában ugye úgy, hogy valami megoldástérben mozogjunk, tehát hogy valami szabályszerűség azért van arra, hogy mikor milyen reaktot szabad adnunk, vagy nem, és közben rendszerint valami költségfüggvényt szeretnénk optimalizálni, hát minimalizálni. Minden akciónak lesz egy ára, és a globális költségünket szeretnénk minél alacsonyabbra szorítani. Globális költséget optimalizálni. Na, hogy ne legyen túl formális rögtön az elején, nézzük az első ilyen problémánkat. Ezt nagyon sokszor fogjuk látni, mert egy állatorvosi ló az egész történet. Ez pedig a síbérlés nevű probléma. Itt a sztori arról szól, hogy elmegyünk síelni, megszállunk valahol. Hát van egy olyan kis nem annyira reális vonás ennek a sztorinak, hogy nem tudjuk előre, hogy milyen hosszú ideig szállunk meg ott, ahol üdülni mentünk. De az input maga, hát mondjuk egy bináris string. Ugye ezt úgy is mondhatjuk, hogy hát a 0-1 csillagnak valami eleme. Általában az inputot azt ilyen aláhúzott szigmával fogjuk jelölni. Kis szigmával. Ugye a nulla az azt jelenti, hogy aznap nincs hó, vagy nem alkalmas a síelésre. Az egy meg ugye azt jelenti, hogy van. És még pedig akkor a hóban síelni szeretnénk mindenképpen. De alapvetően, ugye, hát nem vittük magunkkal sílécet, mert otthon nem volt, vagy elvitte valaki más, elvitte a gyerek, aki más olyan csítával, vagy ilyesmi. Ha az input az nulla, azaz nincs hó egyáltalán, akkor nem is síelünk. Ilyenkor az output az egy S jel, ilyen karaktereket termelünk ki. Az lehet, mindenképpen az lesz. Ez valami olyasmit jelölt, hogy skip mondjuk. Aznap nem csinálunk semmit. Ha viszont egy egyes érkezik, akkor itt az történhet, hogy két opciónk is van, sőt három opciónk is van. Lehet azt csinálni, hogy R, az egy ilyen R, szintén egybetűs karakter, ez mondjuk azt jelenti, hogy rend, ez azt jelenti, hogy egy napra bérelünk sírécet, arra az egy napra bérelünk sírécet, tehát mondjuk bérlés. Meg dönthetünk úgy is, hogy veszünk sírécet, ez mondjuk buy, megvesszük a sírécünket, és onnan kezdve megmarad nekünk ugye a léc, hogy nyilván ez a különbség a bérlés meg a vásárlás között, akkor veszünk egyet. És lehet azt is mondani, hogy skip, de ez csak akkor, hogy ha már megvettük. Tehát ha már volt buy korábban. Magyarán ugye a sztori az, hogy amikor nem esik a hó, akkor otthon maradunk, ha esik a hó, akkor vagy béreljük a lécet, de akkor nem marad észünk, aznak ugye vissza kell adni, vagy pedig meg kell venni. Most nyilván ennek mindig van egy költsége is, tehát például azt mondom, hogy az ára ennek a dolognak, hogy ha renteljük a lécet, akkor egy darab pénzt kell fizetnünk aznapra, de azt minden egyes bérlésnek ki kell fizetni. A buy az meg egy paraméter lesz. Általában ezt ebben a feladat típusban nagy B paraméterrel fogjuk mondani, hogy B a léc ára egy paraméter. Azt előre tudjuk. Paraméter. Nem része az inputnak. Ezt előre megmondják nekünk, hogy mégis mennyibe fog kerülni ez a léc. És ugye normális körülmények között
hogyha erre egy algoritmust akarnánk kéne, hogy optimalizálunk, nézzünk egy példát. Hogyha a példánk az volna, hogy mondjuk, nem is tudom, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, teszem azt, ja, és a paraméter az mondjuk 4, ez ugye azt jelentette, hogy az első napon nem kell, nem esik, ahol nem csinálok semmit, hát akkor például lehet egy output, egy valid output, azt meg általában tau-val szokták jelölni. Ugye mit is fogunk csinálni? Hát első körben az első napon mindenképpen skipre tesszük, mert nincs hú. Aztán a következő napot például dönthetünk úgy, hogy bérlünk egyet, következő napon megint bérlünk egyet, következő napon skipre tesszük, harmadik napon már megunjuk, hogy hát most már kétszer is béreltünk sírécet, két pénzt kifizettünk, és már megint hova mondjuk most ezt megvásároljuk. De onnan kezdve ugye lesz nekünk egy lécünk, tehát innen kezdve ennél az egyesnél, a következőnél már lehet azt mondani, hogy akkor ez is skip, meg ez is skip, meg ez is skip. És akkor ennek például a költsége, ugye ennek az egész sorozatnak, ugye egy nulla, meg egy egyes, meg egy egyes, tehát ugye összesen ahányszor fizetünk, az kétszer béreltük a lécet, meg egyszer megvásároltuk a lécet, tehát ennek a költsége például éppen 6. Na most, nagyon szép, nagyon jó, de ez nem nyilván nem egy optimális megoldás, validnak valid. Akkor például nem lenne valid, hogyha mondjuk itt skipre tennénk rögtön, ez például ezen a ponton nem lehet. Világos. Na már most, hogyha ezt optimálisan akarjuk megoldani, akkor itt ugye mindig az történik, hogy hát van valahány hóesős napunk. Ugye ezek közül a hóesős napok közül, hát mindegyiket síelni akarunk, hogyha nincs is B-dab, most éppen 4, tehát ha legfeljebb B-darab napon van, akkor végig rendelni érdemes, ha viszont több ilyen nap van, amikor esik a hó, akkor meg az elsőn érdemes megvásárolni nyilván, és aztán onnan kezdve azt használni. Ez ugye azt jelenti, hogy az optimum az garantáltan az lesz, hogy a minimumát kell nézni, a B-nek, meg az úgynevezett N-nek, ezt ebben a feladat típusban általában N-nel szoktuk jelölni, de ez ugye előre nem ismert, a B az ismert, az N-t előre nem tudjuk, hogy mennyi lesz, ugye ez szokott lenni a havasnapok száma. Havasnapok száma. Tehát most például erre az esetre, az optimum az 4. Mert hogy ez a minimum 4 és 5. 4-nek és az 5-nek a minimuma, az 4. Ugye mégpedig ugye az egy optimális sorozat az az volna, hogy és lehet, hogy ezt néha tau csillaggal is szokták jelölni, hogy először skipre tesszük, utána azonnal megvásároljuk, és onnan kezdve skip, azt hiszem összesen 8 hosszú volt ez az input. Na most, ez nagyon jó, csak hogy ezzel az a gond, hogy amit itt látunk, ez itt nem online. Ugye ahhoz, hogy ezt az optimumot kiszámoljuk, és ezt a döntési sorozatot létrehozzuk, ahhoz előre először is ismernünk kell az egész inputot. Mitől lesz ez a sztori online? Ez a sztori attól lesz online, hogy azonnal kell döntést hoznunk. Tehát az online dolog, amint jön egy bit, online változata a feladatnak, amint jön egy bit, azonnal válaszolnunk kell. Ugye tehát azonnal kirakjuk, van az vagy az S, vagy az R, vagy a B akciót. Ami nem a akció. És ezt nem vonhatjuk vissza. Tehát végleges ez a döntésünk. Ugye az időben nem megyünk vissza. Na most ugye ezek az online algoritmusok ebből a szempontból lényegesek, hogy hát ez nagyon realisztikus, hogy az ember általában nem tudja, hogy mi történik majd a jövőben, és az aktuális inputra, az aktuális ingerekre a környezetben valahogy reagálnia kell. Na most ugye például lehet ez, hogy mondjuk mindig rendelni. Ez lehet egy opció. Ez egy online algoritmus. Amikor nem esik a hó, skip, amikor esik a hó, akkor rend. Vagy lehet azt is csinálni, hogy mondjuk rögtön első havas napon veszünk azonnal.
az első havas napon. Insta, megvesszük. És ugye egyébként meg végig skipre tesszük. Vagy, ugye opció lehet például az is, amit az előbb láttunk, hogy kétszer rend, aztán B. Például ez is lehet. És most ugye itt az a kérdés, hogy melyik a jobb. És egyáltalán hogyan hasonlíthatunk össze ilyen algoritmusokat? Hát, ha megnézzük, hogy például ezen az inputon, ami ugye eddig volt, ugye tehát azt mondom, hogy ha például ez az inputom, ha jól emlékszem, akkor a 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 lehetett. Ugye volt egy olyan algoritmus, ami azt mondja, hogy mindig renteljünk. Ez ugye, amit kitermel outputra, ez lenne egy skipünk, aztán egy rendünk, még egy rendünk, skip, rend, rend, skip, rend. Ha világos, ennek a költsége 5 lesz. Mert 5-ször renteltünk ugye összesen. Aztán mondjuk az első az a buy, hát ezt akár így is nevezhetem, instant megvegyük. Itt ugye, ha emlékszünk rá, akkor a probléma paramétere az 4 volt, tehát hogy a síléc ára 4, akkor ugye ez skipre teszi az elején, és aztán utána azonnal megveszi, és aztán végig skip, 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 skip. Ennek, hogyha ugye itt a B értéke 4, akkor 4 lesz erre az esetre az optimuma. Vagy aztán van azt a kétszer R, és aztán két rend és egyszer egy buy, amely gyakorlatilag az előbb, amit csináltunk, az ugye azt mondja, hogy az első kettőnél rendelünk, amikor esik a hó, és aztán azt mondjuk, hogy megvesszük a lécet, és skippelünk, mint atom. Ekkor ugye ennek a költsége volt az 1, meg 1, meg még 4, az összesen 6 lesz. Hát most erre az inputra éppen ez volt az optimál, ez volt a jó ezek közül, és ez ráadásul az is igaz, hogy erre az optimum az is 4. Tehát most ez, hogy egyszer vegyünk, ez éppen egy optimális eredményt adott vissza. Csak hogy ugye nem tudjuk előre azt, hogy milyen inputunk lesz, ettől online a történet. Tehát, hogyha például az történik, hogy azt mondom, hogy esik a hó egyszer, és aztán semmi nem történik, ez lehet akármilyen hosszú is, akkor már mindjárt az történik, hogy az instabuy az azonnal elküld 4-et, a többi meg 1-et, és akkor meg a többi lesz az optimális. Mert hogy azok ugye rendelni fognak az elején. Az egyik az éme végig, a másik az, hogy kétszer rendelne. Na most, úgy általában ez azt jelenti, hogy némelyik inputon az egyik algoritmus fog jól viselkedni, némelyik inputon meg a másik algoritmus fog jól viselkedni, és hát ugye ezek még determinisztikus algoritmusok, de majd fogunk később random algoritmusokat is vizsgálni. Ugyan tudunk összehasonlítani úgy általában algoritmusokat. Erre lesz az a jó, ami nagyon hasonlít a bonyás approximáláshoz. Ez az, amit úgy hívnak, hogy versenyképességi hányados. Tehát az A algoritmus. Algoritmusnak a versenyképesség az C, tehát mondjuk az, hogy C versenyképes, ahol C egy szám, lehet 2 versenyképes, 3 versenyképes, gyök-2 versenyképes, ilyesmi. C versenyképes, és a C az hát általában nagyobb, mint 1, mondjuk, vagy nagyobb egyenlő, mint 1, ez egy szám. Ha minden egyes inputra legfeljebb C-szer annyit költ, mint az optimum. Nagyon hasonlít az approximálásra. Tehát ha minden inputra, hát egyrészt egy valid megoldást ad vissza, ez az előző három bérlés ez az volt. Ha azt mondtam volna, hogy végig skippelni kell, akkor az invalid. Ha minden inputra valid outputot ad, vagy valid outputot ad, egy megoldást ad vissza, és mindig maximum C-szer annyit költ, mint az optimum. Maximum C-szer annyit költ, mint az optimum. És ez lesz az a versenyképességi hányados. A versenyképessége az algoritmusnak lesz az, amivel majd össze fogjuk hasonlítni az algoritmusokat. Tehát például
Az instabuy, tehát ami azonnal megveszi, az ugye, hát ha csupa nulla az inputunk, akkor az optimum, egyáltalán nem esik a hó, akkor az optimum is nulla, ez jó, mert folyamatosan skipre kell tenni, és az algoritmus is, hát nullát ad, mert ugye nem vásárol, végig skipre teszi, ez rendben van, ez pontosan ugyanannyi, egyszer annyi, úgy egyébként meg, hogyha nem ilyen az input, hanem valami más, tehát mondjuk 001, blablabla, akármi, bármi lehet, akkor az biztos, hogy az optimum az legalább egy lesz, és ez általában így fog kinézni, vagy csak így fogunk tudni optimumokat becsülni, hogy valami alsó korlátot mondok rá, legalább egy. Az algoritmus meg konkrétan a B-t fogja visszaadni, mert ugye ezen az első napon, hogy megvásárolja nekünk ezt a síléccet, és aztán nem költ többet. Na most, hogyha az algoritmus pontosan B-t ad vissza, az optimum meg legalább egy, ez azt jelenti, hogy a hányados, ugye ez az alg per opt, ezt nagyon sokszor fogjuk fölírni ezt a hányadost, ez ezek szerint nagyobb egyenlő lesz, mint kisebb egyenlő lesz, mint B. Mert ugye, ha az algoritmus az konkrétan B, az optimum meg nagyobb egyenlő, mint 1, akkor ugye, hogyha én növelem a nevezőt, csökkenni fog a hányados. Hát ez a B per 1, ez ugye, ha növelem a nevezőt, akkor csökkenni fog a hányados. Na igen, akkor így látszik ez a történet. Emiatt van az, hogy az alg per opt az legfeljebb B lesz, tehát az instabuy az egy B versenyképes. Algoritmus, vagy úgy is mondják, ez a másik szóra, hogy B kompetitív, ugyanazt jelenti. Na most, ha egy másik algoritmust nézünk, mondjuk a mindig rendet, akkor ezzel már mindjárt azt látjuk, hogyha folyamatosan egyes az input, csupa egyes, ez ugye akármilyen hosszú lehet, mondjuk n, ugye az ugye egybeesik most az egyesek száma meg az egész inputnak a hossza, akkor az optimum, és ugye ez az n ez mondjuk megy végtelenbe, szóval jó sok, akkor az optimum, az ugye az n az több, mint az n, akkor a minimum az konkrétan az n lesz egy idő után, ha elég nagy az n. Az algoritmus B, excuse, mert ugye előbb-utóbb megvásárlom, az algoritmus viszont mindig folyamatosan rendelni fog, és ezért az n-t el fog költeni. Na most ekkor ez a hányados, hogy az algoritmus töröm az optimummal, ez erre az inputra például ugye m per b lesz, ez ugye konstans, mert ez egy paraméter, az n, a b, az n az viszont ugye megy a végterembe, ez ugye azt jelenti, hogy maga ez a hányados is tart a végterembe, ez az algoritmus nem kompetitív. Erre a hányadosra én nem tudok mondani semmi olyan, mit is semmi olyan felső korlátot, ami valami konstanssal felülről korlátozna, mert arra növelem az n-t, amikor arra csak akarom, a b-től ugye nem függ. Tehát ez nem versenyképes. Nem versenyképes. Jó, és akkor nézzük meg a harmadikat. A harmadikat ez a harmadik nap vásárlás volt, tehát ez a kétszer rendelünk és egyszer B. Hogyha mondjuk azt mondom, hogy a B az legyen 4, arra az esetre kiszámoljuk ezt a dolgot. Mert jól fogjuk látni most mindjárt azt, hogy ilyen esetanalízist kell olyankor csinálni, vagy nem muszáj, de sokszor ez a jó ötlet, hogy ha például az inputunk úgy néz ki, hogy 0, 0, 0, akkor ugye az algoritmus is nullát ad, az optimum az is nulla lesz, ez rendben van, pont annyi. Hogyha egy darab egyes van benne, akkor ugye az algoritmus költsége is egy lesz, mert az elsőnél ő rendelni fog, az optimum az meg hát szintén egy. Itt ugye azt mondom, hogy az egyesek száma legyen az, hogy mennyi. Ott 0 darab egyes volt, itt egy darab egyes van. Most ha 2 darab egyes van, akkor az algoritmus azt még mind a kettőt rendelni fogja. Az optimum az továbbra is 2 lesz, mert ha 4 a síléceknek az ára, akkor még ha csak 2 halasnap van, akkor nem éri meg megvenni. A 3-nál ugye látunk egy ilyet, hogy az algoritmus az a harmadik napon megveszi a lécet. Addig kifizetett 2 bérlést, itt hirtelen felugrik a költség 6-ra. Az optimum az itt viszont továbbra is 3, mert ha csak 3-szor esik a hó, akkor még mindig bérelni kell.
Na most, ha legalább 4 napon keresztül esik a hó, ez az algoritmus már a harmadik havas napon megvette, tehát biztos, hogy 6-ot fog elkölteni. Az optimum az meg ebben az esetben ugye az, hogy a legelső napon meg kell venni a lécet 4 pénzért, és onnan kezdve nem kell többet fizetni. Ez ugye azt jelenti, hogy kész, levizsgáltuk az összes lehetséges inputot, és ilyenkor az algoritmus per optimum, ha megnézzük, hogy mennyi, ugye jó, az optimum az itt is, az optimum az itt is, optimum itt is, itt 2, itt meg 6 osztva 4-gyel az 1,5 vagy 3/2. Na most ezek közül a 2 a legnagyobb szám, tehát legfeljebb 2-szer annyit fog kifizetni az algoritmus, mint amennyi az optimum, ezért ez az algoritmus 2 kompetitív, vagy 2 versenyképes. Még egyszer, melyik ez az algoritmus? A harmadik napon vásárolok, mikor 2 versenyképes, ha az sílécek ára 4. Nyilván, hogyha nem 4 a sílécek ára, hanem más, akkor elképzelhető, hogy más lesz a kompetitív hányados is. Ha például a lécek ára itt 5 lenne, akkor itt ugye már mindjárt 7-et fizetne az algoritmus, 6 helyett, és akkor 7/3 az például egy elérhető hányados lenne, ami több mint 2. Ez például 2 kompetitív. Na most a tantárgy az nagyjából arról fog szólni, hogy fogunk látni néhány hasonló problémát, néhány példát, az egyik konkrétan ez a síbérlés lesz, és az a kérdés, hogy melyik a legjobb online algoritmus, tehát melyik algoritmusnak a lehető legkisebb a kompetitív hányadosa. Ebből a tárgyból azt fogjuk a legjobb algoritmusnak nevezni a problémának, amelyiknek a legjobb a kompetitív hányadosa. A következő videóban ezt egy kicsit formálisabban fogjuk megcsinálni, és kiszámoljuk konkrétan ezt az egyszerű esetet, amikor egy determinisztikus algoritmust keresünk a síbérlés problémára, hogy vajon arra melyik az optimális online algoritmus. Addig is sziasztok, és köszi a tesztet!